idézek, a Richard Dawkinsról biztos hallottatok, az egy ilyen evolucionista hát szónok úgymond, tehát szinte vallásos szinten ezt a materializmust hirdeti a világban. Ő leírt egy ilyen mondatot, hogy az anya olyan gép, amelyet arra programoztak, hogy minden tőle telhetőt megtegyen a benne ülő gének másolatainak terjesztéséért. Tehát ez a mai világunk lenyomata. Most akkor el kell döntenünk, hogy tényleg ezt szeretnénk, vagy valahogyan megpróbálunk visszatérni a normális, épesző emberi gondolkodásig, és átértékeljük egy kicsit a dolgokat. Most hogyan lehet visszatérni a normális gondolkodásig? Én arra jutottam, hogy az emberiségnek, azon kívül, hogy persze, meg a magyarságnak, meg úgy általában az egyéneknek, azon kívül, hogy lusták vagyunk és gyávák, van még egy nagy bajunk, hogy nem vállaljuk a felelősséget. Önmagunkért semmilyen nem vállaljuk a felelősséget. Szerintem az egészség ott kezdődik, meg a gyógyítás is, hogy vállalod a felelősséget azért, hogy veled mi történik, azért te vagy a felelős minden esetben. Jó? Te vagy a felelős. A te egészségedért, te vagy a felelős, nem az orvos, nem a szakember. Ha eltűnik a vízcsöved, azért te vagy a felelős, hogy meg tud csinálni. Hogyha fázol, akkor te vagy a felelős azért, hogy nem tudsz egy kályhát építeni. Tehát ha ezt a felelősséget nem tudjuk felvállalni, akkor függőségben maradunk. Tehát ez nagyon fontos, hogy jussunk már el odáig, hogy valami olyan hasznos dolgot elsajátítsunk az életbe, ami egy kicsit tovább tud vinni minket. A Hetesi Zsoltnak volt egy érdekes tanulmánya ugye arról, hogy mifelé halad a világ, és hogy egy végkövetkeztetés az elég sötét volt. Ennél nekem sokkal pozitívabb világképen van, mint amit ő leír, de azt mondta, hogy a jövőbeli érvényesülésnek az lesz a kulcsa, hogy tanulj valami olyasmit, amitől többet élsz élve, mint holtan. Na most ez talán tényleg egy ilyen nagyon-nagyon borulátó dolognak tűnik, de ha belegondoltok, nagyon sok ember semmi olyan dolgot nem tud, ami az életen szolgálja. Tehát én informatikus voltam 10 évig. Most az egy más kérdés, hogy én egy vidéki környezetben felnőve, gyakorlatilag egy hasonló helyen is, innen nem is olyan nagyon messze, én egy csomó dolgot megtanultam gyerekkoromban, ami később hasznos meg bizonyul, de hát van olyan gyermek, aki felnő egy 4x4-es panelba, és kitanul valami mérnöki tevékenységet, szakmát, és ezt végzi egész élete során. De hogy ezzel mit használ a körülötte lévő világnak, meg embereknek, az nem teljesen nyilvánvaló. Én úgy éreztem egyébként, akkor, mikor informatikus voltam a véget, hogy én semmit nem használok az emberségnek, meg önmagamnak se. Sőt, azt a kvázi háttérhatalmat szolgálom nagy erőkkel, amit egyébként meg folyamatosan bírálok. És ugye nem lehet egy, ahogy felénk mondták, nem lehet egy seggel két lovat megülni, tehát csak egyet. Ezt választani kell. Na most, hogy a Dawkinson túllépve, hogy hova jutottunk, táplálkozás. Kezdjük a táplálkozást. Ez nagyon fontos, mert az egészségnek az alapja az ez. Tehát ez egy megkerülhetetlen dolog. Igazából a betegség az nem egy normális állapot az embernek, és nem kell, hogy bekövetkezzen, ha csak nem valami karmikus dologról van szó. De többnyire a mai betegségek azért lássuk be, hogy az életmódunkból fakadnak. Tehát itt bármilyen ezoterikus köretet rakunk köré, azért nagyon sokat teszünk azért, hogy betegekké váljunk, és ez innen indul, hogy mit teszünk meg, hogy. Na most, hát ezt is az interneten találtam, van egy ilyen oldal, ahol ilyen okos kérdéseket lehet feltenni, és nagyon sok okos ember válaszol rá. A következő kérdés, csak azért, hogy egy kicsit vázoljuk, hogy hova jutottunk, és honnan kéne hazatalálni. Hát azt mondja, hogy nagyon apró ez a betű, de elolvasom. Azt mondja, házi kenyeret szeretnék sütni, sok helyen utána olvastam, de nem találtam, hogy miből készül a kenyérhéja. Anélkül is elkészítettem, mert a gyerekek nem szeretik a héját. Igen, erre voltak ilyen vászok, hogy főzd meg, meg ilyen hasonlók voltak. Na most tudjátok, hogy a régi világban egy asszony, hogyha nem tudsz főzni vagy kenyeret sütni, az abból nem lett asszony. Nem egy asszony, egy lány, abból nem lett asszony. Tehát a kenyér az egy nagyon alapvető dolog. De miért alapvető dolog? Gondoljátok bele, hogy mi egy kenyér. Hogy készül egy kenyér? A kenyér az gyakorlatilag a teremtésnek az ismétlése. Van benne por, ez a lisztnek a pora. Van benne víz, van benne tűz, ugye a kemence tüze, és van benne lélek, ez a kovász, az emeli fel. Na most ehhez a masszához
ehhez ki kell, kell az asszony, aki összedagasztja és megsüti. Nem a férfi dagasztotta. Az már az iparosodásnál volt, a pékiparnál, mikor megjelent, hogy a férfiak tettek, az asszony csinálta otthon a kenyeret, a férfi mit adott hozzá csak? A magot. Mert ő aratott. A magot. Jó, az összes többi az asszony dolga volt, és ez nagyon-nagyon fontos a kenyér, mert azt tartja, azt tartott a régiségben össze a családot. A kenyér az, az mindenhol volt. Tehát ilyen, hogy kenyértelen család nem volt, ha más, akkor kenyér meg zsír volt otthon. És azt biztosan tudjátok, hogy ugye a kovászolás során tavadélesztők dolgoznak. Most az én anyáméknál még az volt a szokás, hogy a nagymama, meg az ő nagymamája, az mindig a házasulandó lánynak, tehát aki férhez ment, annak odaadott egy darab kovászt, aki tovább vitt az ő családjába, ez volt az anyakovász. Anyám még a párna alatt tartották melegben, mert hogy gyakran sütöttek kenyeret, tehát hetente sütöttek kenyeret, ott ért tovább. Most a lényeg, hogy ha valaki elkezd kenyeret sütni, akkor megfigyelték azt, hogy egyre könnyebben kelnek meg a kenyerek, és egyre gyorsabban érnek meg a kovászok, és mindegyiknek sajátos íze lesz. Tehát abban a mikrokörnyezetben élő kis baktériumok, élesztőgombák, egyebek, azok belekerülnek, és azok egy sajátos egyedi ízt visznek a kenyérbe. De ugyanez az ecet. Jó, ugyanez az ecet, a kenyér, az ecet, ez mind olyan alapvető élelmiszerünk volt, amit régen mindenki saját maga készített el, holott egyszerűbb lett volna, hogyha összeállnak és egyszerre sütnek 100 kenyéret, de mégis mindenki magának sütötte otthon. A kenyérsütés az, az egy ilyen alapvető dolog, mert ott, amit belegyúr, az az asszony, az lesz a kovász a családnak is, az összetartó kovász. Most milyen kenyeret eszünk? Most nem, hogy a kovász hiányzik belőle, de most már liszt sincs benne. Liszt sincs benne. Tehát kétnapos kenyér, penészes, meg se lehet szárítani, mert szerintem már direkt benne van a penész. Tehát ez, tudjátok, ez az élettartam tervezés, mikor egy gépet úgy raknak össze, hogy egy hónap múlva elromolja, most szerintem az élelmiszeriparban is ezt meg tudják csinálni. Most a másik fontos dolog, az étkezésnél, ugye ez is egy fénykép, elmondom, mert nagyon sok mindent elmond a mai világról. Képzeljétek el, egy polcon van egy só, ki volt írva rá, ez tavaly előtt készült ez a kép, hogy 4 milliárd éves kalahári sivatagból származó só, lejárat idő 4 év. Most itt tartunk, hogy az emberekkel megetetnek minden hülyeséget, ehelyett régen mi volt az alternatíva? Piac. Tehát az, hogy most ilyen bio meg öko termékeket árulunk, ez egy röhely. Ez egy röhely. Tehát az, ami nem bio meg öko, azt meg se szabadna enni. Na most a bio meg öko mit jelent? Nem az, hogy este permetezünk, mikor nem látja az ellenőrzőbizottság, hanem az, hogy ott, ami megtermett maga körül, abban a mikrokörnyezetben, azt ették az emberek, és azt árusították, ugye, nagyjából 50 kilométeres körzeten belül. Most ezek nagyon fontos dolgok, mert ahogy a kenyérnél is a saját baktériumok vagy kis parányok viszik bele az életet, úgy az embernél is ez történik. Gábor mondta, hogy ugye mi is egy ilyen kis világ vagyunk. Hát most valójában úgy nézünk ki, mint egy bolygó. Tehát mindegyikünkben van egy nagyon szertágazó életközösség, az biztos hallottátok már, hogy kb. 500 baktérium törzsél az emberbe, és egyet számot tekintve meg körülbelül kétszer annyi baktérium él bennünk, mint annyi sejtünk van. Be lehet gondolni, hogy most akkor kikivel van, tehát hogy most valójában egy űrhajó vagyunk, és a baktériumok csak azért fejlesztettek ki minket, mert nem tudtak ilyen könnyen közlekedni egyébként. Igen, ez onnan jött egyébként, nem tudom, láttátok, egy George Carlinnak volt ez egy ilyen stand-up humorista, egy angol humorista, vagy amerikai, aki már meghalt sajnos, volt egy ilyen előadása, hogy mentsük meg a Földet. És akkor ő beszélt így a műanyagokról, hogy mekkora hülyeség ez, lehet, hogy a Föld csak azért csinált az embert, mert nem tudott egyedi műanyagot csinálni, és miután most már kész a műanyag, az embert eltüntet, és egyesül majd a műanyaggal egy új paradigmában az egész bolygó. Ez csak egy ilyen vicces történet erről. Na most, ez a baktérium flóra hogy kerül belénk, és hogy kapcsolódik a táplálkozással? Amikor egy kisgyerek megszületik, a steril. Tehát az emésztő rendszere jelenlegi tudásunk szerint semmiféle csírát, semmit nem tartalmaz. Az első baktériumokat a szülőcsatornából veszi magához, feltéve ott érkezik a világba, és nem császármetszéssel. Ezek az első baktériumok, ezek elkezdenek benne szaporodni. Ezek kis csírák, úgy képzeljétek el, hogy ez olyan, mint egy kis katalizátor, hogy egy kis
részük bekerül a szervezetbe, azonnal megvan neked áttala, és elkezd szaporodni, és elkezdi felépíteni a bélflórát, meg az immunrendszer. A második ilyen nagy lökés az anyatejből, ugye a laktobacillusok, amiket gyerekek, folytatják. A szerves az ez. Na most, hogyha ez nem történik meg egy gyerekkel, akkor eleve hátrányan indul. Ma már Nyugat-Európában azt csinálják, hogy a császármetszéses gyerekeknél az anya hüvelyéből vesznek hüvelyváladékot, és vagy a szájba, vagy elég a bőrre ráratni, hogy elszaporodjanak. Jó, ez elengedhetetlenül fontos, annál is inkább, mert ma már a gyereket nagy része úgy születik, hogy eleve már az anyukának sérült a flórája, és sérült flórát örököl a gyerek, és innentől kezdve már nagy eséllyel indul meg afelé, hogy előbb-utóbb mindenféle allergiák egyebek kialakuljanak. Az allergiák, meg ugye majd amiről Levi beszél, az autoimmun betegségek, azok semmi más, mint hogy ez a rendszer, amit Gábor fölrajzolt, ez megsérül. Na most... nagyon röviden, ugye ez Gábor útba levezette, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon ügyes, meg rövid és rapás dolog, hogy van neked egy szárad, ez a beled. Tehát amin van két nyílás, egy van itt, ahol bemegy a cucc, egy, ahol kijön. Tehát van a szár, nem akarok más tollával ékeskedni, csak ezt gyorsan azért rajzolom le, mert ez egy nagyon dolog, nagyon jó dolog. Van a szer, meg van a szar. Tehát egyik végén berakod a szert, átmegy a száron és lesz belőle szar. Miért érdekes? A szer, az mit jelent szerintetek? Tehát mindig mondjuk, hogy szertartás, meg nagyon sok szavunkban benne van a szer. De milyen másik szóval mondanád azt, hogy szer? Mi az, hogy szer? De ennek is semmi értelme szer. Nem. Te már hallottad? Tehát igen, tehát a rend az nem az a rend, amit a rendőrség csinál, hanem ez a teremtő szerinti, a természet szerinti rend. Magyarul ez a szer, ez az a fajta rend, amiben lehető legalacsonyabb entrópia szint van. Tehát nagyon-nagyon magas rendezettségi fokot jelent. Ez a rend itt bemegy. Amiben nincs benne az a szentelenség. Így van. A szár kiveszi belőle ezt a rendet, és kijön egy ilyen magas entrópia szintű valami, ez a szar, amit szét kell szedni ahhoz, hogy újra ebbe a rezdés állapotba kerüljön. Na most, hogyha te itt nem szert viszel be, hanem szart, akkor nagyon nagy baj van. Na most itt kezdődik az, hogy mit eszel. Ugyanis ez a fajta rend, ez azokban a táplálékokban van benne, amit vagy a természet rendezett össze, vagy te rendeztél össze. Ezek például rengeteg nyers ételt kéne, hogy együnk. Rengeteg vagy gyümölcsöt kéne, hogy együnk, ami rajta vannak, azok a bacillusok, azok a vadélesztők, amelyekre feltétlenül szüksége van az emésztőrendszerünknek. Amiben benne van az a rezgés, ami csak azokra a zöldségekre, gyümölcsökre, táplálékra jellemző, amit ott akkor leszakítasz. Tehát az a cseresznye, amit a fáról leszel, és az, amit a piacon megveszel, és egy hete a ládával a hűtőben, az nem ugyanaz a cseresznye. Lehet, hogy az is finom, meg ez is finom, de minőségbe, rezgésbe, információban nem ugyanazt fogja hordozni. Na most régen probléma volt ez. Nem volt probléma, miért? Mert én emlékszem, hogy gyerekkoromban, ekkora korunktól ki voltunk zavarva egy pusztára, és legalább egy fűszál mindig volt a szánkban, amit rákcsáltunk. Tehát mindig valamilyen élő bejutott a szervezetünkbe. Bokrokról szedtük a gyümölcsöt, ugye nem a fagyasztóból vettük ki, sőt, még az én gyerekom nem volt fagyasztó konkrétan, mert volt az a szarató fűtőszekrény, aztán... Jó napot kívánok, meg a Kárpáti erőjük. Gáztűzhely, és ezzel kellett dolgozni. Na most mikor van a baj? Most ez a szár, ez hogy működik? Ez nem egy olyan, mint egy fénig átkeresztő hártya, hanem ebben él egy életközösség, egy baktérium közösség. Ezt hívjuk úgy, hogy az embernek a normál flórája. Jó, normál flóra. Na most ez dönti el, hogy ezen itt mi mehet át. Tehát mi vagyok én, és mi nem vagyok én. Na most az a baj, hogy nem csak normál flóránk van, hanem az ember baktérium közössége, ami benne él, azt általában három szintre szoktuk beosztani, vagy elosztani, vagy meghatározni. A normál flóra, az olyan opportunista flóra, és a tranzit. Az opportunista az ugye az azt csinál, amit éppen
kedve van, tehát ami neki a legnagyobb hasznot hozza, azt fogja csinálni, ugye a nevében is benne van. A tranzit az meg csak úgy átmegy. Most szeretnék utalni arra, amit már biztos hallottatok már Gábortól is többször, hogy a természet viselkedése, a természetben megtalálható folyamatok, azok társadalmi szinten is jelen vannak. Tehát ugyanígy nézzétek meg, hogy egy társadalomban, mondjuk vegyük a magyar nemzetet, a magyar nemzetnek is vannak ilyen rétegei, tehát kéne, hogy legyen egy normál flóránk. A normál flóránk az a hagyományunk. A hagyományunk, a nemzettudatunk az, hogy az identitásunk, hogy mi ezek vagyunk, és van egy opportunista, ami mindenhol van. Ez a kereskedő, ez a multi, ez a bank, egyebek, ami itt van köztünk, de lényegében ő neki nincs nemzettudata, nincs semmije, ő csak a saját érdekét nézi, és van egy tranzit, akik most jönnek. Most jönnek. Na most ezt hogy lehet meggyógyítani? Úgy, hogy a tranzitot kinyírom, vagy az opportunistát elzavarom, nem fog működni. Úgy lehet meggyógyítani, hogy helyreállítom a normál flórát. Tehát az embernél úgy gyógyulnak meg ezek a fajta betegségek, hogy a normál flórát helyreállítjuk, magyarul helyreállítjuk a bélegészségét, helyreállítjuk, beviszük azokat a baktériumokat, amik elszaporodva majd teszik a dolgukat, és hogyha ez működik, akkor sem az opportunista, sem a tranzit nem fog kárt okozni. Sőt, mi több hasznot fog hajtani. Ugyanis ha normál flóra működik, akkor az opportunista flóra az hasznot hajt. Az olyan anyagokat fog termelni, amire szükségünk van. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, mert egész más megközelítés. Egész más megközelítés. Most pont fordítva csinálja a kvázi tudományos gyógyítás. Ugye valakinek van egy gyulladásos bélbetegsége, azért, mert van egy diszbakteriózisa. Tehát magyarul ki van ölve belőle minden, ami az immunrendszer alapját képezni, mit csinálnak? Antibiotikumot adnak neki, meg szteroidot. Mind a kettő pusztítja a bélflórát. Tehát sokkal rosszabb állapotba fog kerülni előbb-utóbb. Én ismerek olyanokat, hogy így egy-másfél méter beleket rontosnak ki belőle két évente, még el nem fogy. Tehát azért, mert nem tudják megoldani. Jó, ahelyett, hogy visszaállítanák. És miért nem tudják visszaállítani a bélflórát? A bélflórát nagyon nehéz visszaállítani. Miért? Mert ami a szádon keresztül megy be, annak két hatalmas nagy gáton kell átmenni. Az egyik a gyomorban lévő sav árok, ami gyakorlatilag minden szétszed. Ha valami esetleg saválló, azt majd megoldja a lung, ami utána következik. Tehát például most te eszed a Bifidus essensis, meg a Acidophilus, meg nem tudom milyen baktériumokat, meg kefireket, meg joghurtokat, az nem fog bejutni a bélrendszeredbe, hanem a szét fogja szedni itt a sav, vagy lejjebb a lúg, és az abból felszabaduló szubstanciát fognak jó hatást kifejteni. Tehát ezek egészségesek, csak ezek nem úgy működnek, hogy bejutnak a bélrendszerbe, tehát valami más megoldást kell választani. Na most két megoldás van. Vagy ilyen NASA csúcs technológiás bacikat eszel, mint ami a Vetonban is például benne van, vagy beöntés, mert ott nincs barrier. Tehát ha hátulról közelíted a dolgot, Ott nincs sav, ott nincs semmi, ott nincs barrier, sőt, mint azt talán tudjátok, vagy ha nem, akkor elmondom, hogy vannak bizonyos veszélyei, hogyha nem a inputon megy be a dolog, hanem az outputon. Az, hogy a végbél utolsó kétharmad része, az nem megy be a portális vénába, tehát amit onnan beküldesz, az egy-egybe szívódik fel a vérkeringésen keresztül, és a máj nem fogja átszűrni. Ezért a végbélkupok egyebek ezek ezért használnak, és ezért lehet egy jó kávés beöntéssel kiütni a szívet úgy, hogy utána elég nehéz visszakalapálni a helyére. Hát sajnos nekem már volt ilyen esetem, már hogy nem én javasoltam neki a kávés beöntés, hanem más, de látás koffein érzékeny volt. És igen, egy ilyen, ha meg itt nem volt érdekes, mert ott egy gyomorban, ott azért átalakul némileg a dolog, de végbélen keresztül azonnal felszívódik abba a pillanatba, és hát az elég komoly problémákat okoz. Na most a beöntésről csak annyit, hogy ez egyik legegyszerűbb, legveszélyebb és leghatásosabb gyógymód bármire. Tehát itt keressük a nagy panaceát, 4-5 ezer tudós dolgozik azon, hogy feltalálnak valami szert, ami mindenre jó. Például a beöntés egy olyan szer, amit régen az elején gyakorlatilag napi szinten használtak. Tehát minden egyes családban volt valamilyen beöntőszer, ha nem, akkor nem egy nagy kaland. És ment az orvos, megkérdezte, hogy beöntés. Igen. Tehát láznál az egyik leghatásosabb dolog, gyulladásos betegségeknél a leghatásosabb dolog a beöntés. Miért? Azért, mert beviszel egy liternyi langyos sós vizet, azonnal van egy reabszorpció, tehát a bélrendszer azonnal visszaszív egy csomó vizet, ugye eleve hűt, más is segíti, egy belső nyomást fog csinálni, amivel kiürül egy csomó toxin,
beindulnak ugye a folyamatok az emésztőrendszerbe, és gyakorlatilag az ízületi betegségektől kezdve mindig használták a beöntést. Ez például egy panacea, amit ma már nem használunk, meg gusztustalan. Most hagyd mondjam el nektek, nekem van egy, majd holnap erről beszélek többet, egy, de ez belül egy gyakorlat. Facebook, lesz, csinálom, egy Facebookos csoport, ahol ez egy nemzetközi csoport, ahol a világ minden részéből vannak. Most már egy jó ideje benne vagyok ebben, sőt egyiknek az adminisztrátora is lettem. Hát nagyon érdekes és tanulságos dolgok vannak, de ott például egy orosz nő tanítja beönteni az amerikaiakat. Tehát így csinált egy videót, és meg bemutatta, hogy gyerekek, itt az output, ide kell bedugni. Na most, van olyan, aki még nem csinált beöntést? Igen. Na, csak azért mondom el röviden, mert nem egy bonyolult dolog, mindösszesen két dologra kell vigyázni. Az egyik, hogy a tartály az ne legyen egy méternél magasabban, mint a lyuk, mert akkor lesz az a hidrosztatikus nyomás, ami pont ahhoz elég, hogy bemenjen, ahova kell, viszont ne csapja szét a beleket. Tehát azt nem érdemes egy 10 méter magasra felvinni, jó, mert ez egy kicsit túlva lesz. Csapot erősen megvinni. Igen, ne a 3-4-7 bárt küldjétek, 1-2 tiszta víz legyen. Tehát a klóros csapvizet beöntöd, akkor az nem annyira szokott jól lenni. A harmadik az, hogy langyosnak kell lenni. Tehát sem hideg, sem meleg nem lehet. Hidegtől sokkot kapsz, a meleg meg leforrázza a bélnyán a hátját. Két dolog, amúgy nem lehet elrontani. No, akkor átérünk. Sorsság az mennyire érdekes, hogy mennyire sós. Az ízlés a fiziológiás sóoldatnak megfelelő. Fiziológiás sóoldatnak megfelelő, tehát az azt jelenti, hogy 0,9-es kell rakni, az, hogy van 1 liter vízbe 9 gram só, ugye? Kanálba kifejezve. Tessék? Evőkanálba kifejezve. Enyhén sós. Hát mekkora kanállal leszel, attól függ. Hát az ilyen grammos mérlege van mindenkinek otthon. Az egy teljes kanál. Egy teljes kanál. Jó, tehát 9-es, tehát ráker egy fiziológiás oldat. Aha. Jó, interneten, és akkor megnézitek az arányos. Pontosan nem tudom. Lehet kapni a ringer oldat. Olyat kell. Ringert, az csak receptre adnak. Ringert receptre adnak csak. Nem mondjuk te. Te mi infúziós oldatot? A sósvizet is receptre adnak. Bizony. Na most igen, tehát olyanokkal lehet játszani, hogy mit rakunk bele, meg mit keverünk bele. Én a sima sósvizet javaslom, és hogyha van valami betegség, akkor abban meg a megfelelő gyógynövény főzetét, egyebeket bele lehet, de mit tudom én, ilyen tömény ecetet, meg ilyen, nagyon sok hülyeséget szoktak írni az interneten, hogy miket lehet még belerakni, tehát itt kólát, kávét, kubut, vagy nem tudom, 100%-os narancsárat, meg ilyesmit, ezt ne rakjatok bele. Jó? Ami még egyébként nagyon jó, ha valaki ismeri a mumiót, én soha nem olvastam, hogy az a beöntöttek, nagyon jó tapasztalatok vannak bele, a mumió is nagyon jó, nagyon könnyen oldódik vízbe. A mumió az a hegyek könnye, Silajit, Barakshun, sokféle néven ismerszik. Oroszul ugye mumió, de... Hát itt most van nálam ilyen dobozó, de majd akkor mesélek róla később, de ez most nem ide tartozik. Na, ugye, hogy épül fel a mi népi gyógyászatunk, hogy ez a tudás egyáltalán honnan származik, és milyen rétegei vannak. Ugye a néprajz is azt mondja, meg az antropológusok, meg a mindenféle emberek, akik kutatják a népeknek a hagyományait, meg egyebeit, hogy hát ez egy ilyen tapasztalati tudás végül is csak, tehát hogy kitapasztalták. Az évezetek során. Na igen. Na most itt ez a kérdés, hogy akkor ez hogy van? Mert igen, van olyan, amit kitapasztaltak az emberek. Ez egy rétege, a tapasztalati tudáshoz is benne van. Na de igen, a mérgező növényekkel, vagy az olyan speciális gyógymódokkal, amit lehetetlen, hogy tapasztalás útján szerez meg, ott honnan van a tudás? Igen. Tehát vannak olyan dolgok. Most majd Feri itt lesz. Elmesélj például ez a békával való gyógyítást. Most tehát kész, hogy ugrál egy nagy zöld béka az esőerdőbe, te befogod, majd leveszed róla a váladékot, megégeted a karod, rákened, utána olyan rosszul vagy, hogy összed meghalsz, és akkor elhiszed, hogy ez gyógyításra való. Igen, mert én sok amerikai filmet láttam, és mindent elhiszem. Igen, hát ilyen nincs. Na most ezt hívjuk úgy, hogy a transzcendens, fölülről kapott tudás, ami jön révületbe, álomba, egyebekbe. Nagyon-nagyon sok megemlékezés van arról, hogy úgy kaptak meg nálunk is gyógyítók tudást,
hogy álmában megjelent. Nekem van egy konkrét leírás, amikor egy kis öregtől kérdezték, hogy miért ezt a növényt, nem tudom melyik növény volt, miért ezt a növényt használják erre vagy arra betegségre. És mondja, hogy azért, mert ő megbetegedett valamibe, és nem boldogultak, nem tudták meggyógyítani. És neki álmában megjelent egy, és nagyon érdekes, hogy legtöbb esetben egy asszony jelenik meg, egy női minőség jelenik meg, aki megmutatta neki ezt a virágot, nem a latin nevét mondta el, meg a hatóanyagát, hanem a képet mutatta meg neki, hogy néz ki ez a virág, és azt mondta, hogy keresd meg ezt a mezőn és használ. És akkor ő másnap reggel felkelt, friss álomba, elment, megkereste, hogy úgy nézett ki, megfőzte teának, megitta. Onnantól kezdve a többiek is ezt használták arra a betegségre. Tehát így megy át a transzcendens a hagyományba. Na most ezzel nem tud mit kezdeni a néprajz meg az orvos történet, mert azt mondja, hogy hát ilyen nincs. Ez halucináció. Na most erre mondok egyet, hogy milyen szintig lehet ebbe eljutni. Ahogy a Gábor szoktam mondani, hogy az egyetem hova tudja eljutatni az embert. Volt a halottlátók hagyománya, az eléggé jól dokumentált a hagyományunkban. Voltak olyan emberek, akik képesek voltak az eltávozottakkal beszélni és közvetíteni az élők és a holtak között. Hogy ez miért fontos, hogy ez miért nem fekete mágia vagy egyéb, azért, mert lehetnek lezáratlan dolgok, elvarratlan szálak, amit nem tudtál a másikkal, az elhalt rokonoddal, barátoddal megbeszélni, lezárni, és ha azok nem kerülnek lezárásra, abból nagyon súlyos problémák lehetnek, amit utána csak családállításra lehet rendelkezni például. És ő leírja az egyik, egy ilyen néprajzi könyv, hogy volt Novajon egy ilyen halott látó asszony, akihez nagyon sokan jártak. Most nem mondom a professzor nevét, mert már nem él, de nem akarom megbántani. Elment hozzá egy nagyon híres néprajzos professzor, kíváncsiságból, hogy hát ő is lásson egy ilyen halott látó asszony, és hogy letesztelje, hogy mit tud. Meg is volt, el is határozta magát, hogy elmegy hozzá, de közben jött valami, és csak egy hónap múlva ment el. Hát akkor még nem volt internet, telefon, meg egyebek, tehát nem nagyon lehetett így újra időt tudott egyeztetni. Úgy fogadta ez az asszony, hogy miért most jött, tehát egy hónappal ezelőtt vártam, ott nem beszéltek. És akkor beszélgettek, és hát mondta neki a professzor, hogy hát akkor mondjon valamit az én halottaidról. És azt mondja, hát én azt látom, hogy maga mellett áll egy kislány, leírta pontosan a ruházatát, a masit, a hajában, mindent. És akkor mondja a professzor, hát nem tudom ki lehet, azt mondja, volt egy korán elhalt húgom, talán az. Na és akkor tovább ment a beszélgetés, ugye lejegyzettek mindent, hazament, és megkérdezte az édesanyjától a professzor, hogy hogy nézett ki, hogy temettétek el a húgomat. Ugyanezt a ruhát leírta anyuka. Nem ez a poén. Eddig még az ember azt mondja, hogy rendben van. Mit mondott erre a professzor? Ennek ellenére én ebben nem hiszek. Tehát ez a probléma, hogy ez a nyitottság szűnik meg. Tehát azt mondom, hogy a tudománynak, meg a kutatásnak ez a lényeg, hogy ez a nyitottság megmaradjon. Tehát az, hogy ez az empíria, tehát hogyha tapasztalok valamit, az úgy, hogy működik, láthatóan működik valami, csak azért, hogy nem értem a működését, azért nem kell félredobnom. Tehát lehet, hogy az én tudásom kevés hozzá, hogy megértsem a működést, az nem azt jelenti, hogy nem működik. Hány ilyen dolog volt a történelem során, a tudomány során, amire azt mondták, hogy ez nem lehet, ez nem működik. Ugye közismert példa ugye a gőzmozdony, illetve a vonat, amiről ugye eleinte utazották, hogy 30 km per óra után vagy, hogy megfulladnak majd rajta az emberek, meg egy csomó ilyen hülyeség volt. Most ugyanebben a hülyeség korában élünk. Azért lássuk be. Tehát van ez a transzcendens tudás, rövidítek, jó? Ez a fölülről jött tudás, ami nagyon fontos, mert ezt nem mindenki kapja általában, hanem erre kiválasztott és nyitott emberek, médiumok, gyógyítók, vagy azok, akik el tudnak végülni, akik közvetítők az égi világ és a földi világ között. Ez lehet tártos, ez lehet sámán, bármi. Most a sámánokat ne értékeljük le. Tudom, hogy mindig mondjuk, hogy nekünk tártosaink voltak, mások putrisoknak meg csak sámánjai. Csak ne felejtsük el, hogy nekünk már nincsenek tártosaink, nekik még mindig vannak sámánjai. Tehát ne essünk ebbe a hibába, mert a sámánság, a sámánizmus is egy magas szintű dolog, ugyanúgy másképp működik. Tehát ugye a sámánok nem, mint tudjuk, ők használnak szélelikumokat, nekik eszköz kell arra, hogy a másik világba át tudjanak tekinteni. A tártosnak nem kellett ehhez eszköz. Sőt, mi több. Tovább viszem, az egyik halott látó sem használt semmilyen pszichedelikumot, semmit nem csinált, csak egyszer révült. Elrejtezett, úgy mondták. Ezt az érdekes egyébként a halott látóknál mindegyiknél leírják, hogy volt egy 3 vagy 7 napos tetsz halott állapot, vagy nagyon súlyos betegség. Tehát például a csépai halott látó, ő
ő is így lett halottlátó, hogy több napig tetszhalott állapotban volt, és a halála előtt minden ismerősnek, közeli rokonának mondta, hogy megint el fog rejtezni, de ne temessék el, mert akkor 7 évig csépán nem maradnak és nem lesz termés. És 3 napra rá, ahogy tetszhalott állapotban került, halottnak nyilvánítottak, eltemették, és 7 évig csépán nem maradtak a legenda szerint. De a legszebb, azt hiszem, pont a novai halottlátó asszonynak az esete, aki úgy lett halottlátó, úgy lett kvázi tátos, hogy megjelent álmába egy nő, akit ő Szűz Máriaként azonosított. Na most ezen ne akadjunk föl, mert miként azonosított? Hát amelyik vallásban felnőttél. Most egy buddhista, így van, kép szerint fogod azonosítani, ő így azonosítta, mindegy női minőség megjelent, és mondta, hogy kislányom, el fogsz aludni 3 napra, szóljál édesanyjának, hogy ne temessenek el, mert sírból nem tudsz kijönni. Nem fogok merni aludni este, baszki. Kislány fölkelt, de nem mert szólni anyukának. Hát az itt csak álmodott. Másnap megint megjelent neki ez a nő. Megint mondta, hogy kislányom, szóljál édesanyjának, megint nem. És akkor harmadszorra, mikor megjelent neki álmodott, mondta, hogy szóljál, mert meg fog történni, és meg fogsz halni a sírba, úgyhogy élsz. És akkor a kislány ugye megijedt, reggel szólt az anyukájának, és elaludt. Este, és nem kell fel reggel. És ugye hát anyuka nagyon megijedt, de hát emlékezett arra, hogy a kislány mit mondott, ezért várt. Na de hát nem akart fölkelni a kislány. Tehát azért gondoljátok bele, hogy oké, van egy ilyen állam, de ott fekszik a gyerek, nincsenek életjelei, azért melyik az a szülő, amelyiket nem verné a víz, hogy most mi van. Elmentek, ugye orvos az diagnosztizált, hogy meghalt a gyerek. Elmentek ugye a paphoz, sőt az anyuka már elkezdte a halotti kelengyét begyűjteni, megrendelte a koporsót, mindent, hogy meghalott a gyerek. És akkor a pap mondta, hogy ezt támadta a kislány, most ő mit tegyen, és mondta, hogy ha ezt támadta, akkor hagyjuk fent 3 napig. Hogyha igaz álom volt, akkor fel fog kelni, ha nem, akkor eltemetjük. És 3. napra felkelt a kislány, teljesen magától, és onnantól kezdett el beszélni, és onnantól kezdte el látni a halottakat, és nagyon érdekes, hogy biztos sokan hallottátok ezt a 40 naposat. Tehát a születéskor még 40 napig kibejár a lélek szabadon, és halál után még 40 napig nem tud átmenni. Tehát 40 napig még ott van a szeretteikör, és utána nyílik meg a fénykapu. Hát igen. Tehát ő például 6 hét múlva lehetett csak hozzámenni. Tehát ahol meghalt valaki, 6 hét után tudott vele csak beszélni, addig a köztes világban volt. No, tehát van ez a transzcendens réteg, és akkor van persze a tapasztalat is rétege tudásnak, ami ráépül, és hogy az előbb mondtam, a transzcendensből is lehet tapasztalati. Ez a tapasztalati tudás, ez az, amit a saját életed során megtapasztalsz, akár gyógyítás, akár más kapcsán, ez hasznosul, ezt átadod az utódaidnak, az ismerőseidnek, és ez ugye épül, tisztul, és aztán van a hagyomány, amit ugye az elődöttől kaptál. Mint egy kis könyvet, egy leírást arról, hogy kell élned. Ugye mi a hagyomány? Mi a hagyomány? Hogy fogalmaznánk meg? Röviden, 2 mondatban, vagy 3-ban, mi a hagyomány? Mit ránk hagyja. Oké, köszönöm szépen. Az omány az nem... A omány... De a hagyomány ez egy tudáskészlet, ugye? Egy olyan tudáskészlet, amit az elején hagytak rád, mint egy olyan dolgot, ami az bármely szakaszában az életnek, bármely életkörülmények között hasznos. Miért hasznos? Mert kipróbált, az életbe kipróbált. Ez nagyon fontos, hogy a hagyomány az nem ilyen fantazmagóriák, meg ilyen 20 éves gyógymódok, meg egyebek gyűjteménye, hanem olyan dolgoké, amit évszázadok, évezredek során az emberek kipróbáltak, és az életbe bizonyított, hogy működik. Mert a mai emberre tudjátok mi a baj, hogy iszonyat sok információt dolgozunk fel naponta, iszonyat sok információhoz jutunk, és azt hiszük, hogy ez tudás. Egy tudás, akkor tudás, hogyha az ki van próbálva, be van gyakorolva. Figyelj, én elmondom neked 3 perc alatt, hogy egy kovával, taplóval és egy darab acéllal hogy lehet tüzet gyújtani. És akkor itt fogod csépelni 3,5 órán keresztül, és még szinkra se lesz, és odajön egy másik ember, aki ezt begyakorolt, és egy perc alatt neked itt még a zöld fűvön is tüzet fog csinálni. Na most látszólag nincs különbség, de igen, az egyikbe ott van a gyakorlat. Na most ez mindenre igaz. Tehát itt mindent le lehet vezetni, meg mindent el lehet olvasni
az interneten, mert meg lehet nézni a YouTube egyetemen, de amíg nem próbálod ki magad, nem próbálsz ki valamit, addig abból nem lesz soha tudás. És ez nagyon-nagyon fontos. Én azt szoktam mondani, hogy nem is ezt mondom, hanem amikor elkezdtek jönni ezek a jó emberek Szíriából innen-onnan, akiket onnan hajtanak, meg fizetnek, meg stb. Mindenki megijedt nagyon. És van egy nagyon jó barátom a felvidéken, Batka Peti, mindjárt meglepték. Ő egy ilyen szintén Mátiusból kiszállt ember, ott egy tanyán gazdálkodik, és nagyon jól megvannak. És mindjárt meglepték az ismerősök, hogy hát mit, egyik 15 féle gyógyszert szedett, még a másiknak ez a baj, az a baj, hogy Peti, most már mit csináljunk? És mondom neki, hogy mit mondta nekik? Azt mondta, hogy most már semmi. Tehát, hogy Noé nem akkor kezdte építeni a bárkát, mikor esett. Ez nagyon fontos, hogy ha az ember fel akar készülni arra, hogy másképp él, akkor azt föl kell építeni, be kell gyakorolni, amíg van tolerancia rendszerbe. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy most mindenki arra vár, hogy majd megváltozik valami, de nem fog megváltozni semmit, csak úgy. És ha megváltozik, akkor abban hogy fogsz elnavigálni? Most gondold el, hogy belekerülsz egy teljesen más közegbe, mikor minden megszűnik körülötted, ami eddig működött. Nem lesz majd infrastruktúra, nem lesz majd közrend, nem lesz jó. Nem lesz YouTube, nem lesz hol megnézni a dolgokat, semmi nem lesz, akkor is valahogy élni kell. Tehát most még van tolerancia rendszerben, most kell begyakorolni, és ez a gyógyításra nagyon él. Ugye Gábor szokott beszélni három erről, hogy igazából az embert három dologgal lehet csapba tartani. Energia, élelmiszer, egészség. Tehát hogyha ebbe az első az egészség. Ha egészség van, akkor élelmiszered meg tud termelni, és az energiát megadja a teremtő, amennyi kell. Ha egészség nincs, akkor ez a kettő, ez hiába van. Na most, ez a legfontosabb, hogy meg kell tanulni, hogy tartsd meg az egészséget. A gyógyítás csak ezután jön. Tehát ezt minden irányzat elmondja, még a modern orvoslás is, hogy megelőzni a betegséget sokkal olcsóbb, könnyebb és egyszerűbb, mint utána majd gyógyítani a kialakult betegségeket. És most az emberek olyan szinten nem törődnek magukkal, hogy ilyen 20-30 éves problémák vannak. Tehát elkezdődött 20-30 éven nála, és nem ér, nem foglalkozott. Veszett a gyógyszert, és akkor 30 éve oda jön, hogy hát már ekkorák a viszereim, hogy lehetne azt visszacsinálni. Tehát ezek már nehéz dolgok. Ugye, az köztudomás, hogy egy rákér is meg kell szenvedni egy 20-30 évet, azért az sem alakul ki. Tehát azért meg kell dolgozni ezekkel, súlyos betegségekkel most vannak, azért bele kell tenni apait, anyait. Tehát azok úgy maguktól nem nagyon szoktak kialakulni. Tehát ez nagyon fontos, hogy én azt jelenti, hogy mindenki mérje fel egy napját, hogy mit csinál. És akkor szakítson, vagy szenteljen belőle egy kis időt, egy fél órát, egy órát minden nap, hogy ezeket a dolgokat úgy letisztázza magába, és elkezdje gyakorolni. Jó, mert a gyógyításnak, meg annak, hogy itt ültök, akkor van értelme, ha ebből lesz valami olyan folyamat, ami átmegy majd a gyakorlatban. Mindenki meg van rémülve, hogy hát de én nem vagyok gyógyító, én nem vállalom annak a felelősségét, hogy oda jön valaki, és akkor én most mondok neki valamit a betegség, hogy mit csináljon, vagy mit. Nem is kell. Kezd magadon. Kezd a gyerekeden. Én úgy kezdtem a gyógyítást, hogy engem nem érdekel, én nem voltam beteg. Tehát én most sem vagyok egy beteges, régen sem voltam. Igazából nem is foglalkoztatott ez a dolog. Én ott kezdtem, amikor születtek sorra a gyerekek, hát a gyerekeknél csak jönnek. Ilyen gyerekbetegség, olyan. És akkor azt mondtam, hogy most tényleg ez van, hogy most függünk az orvostól, ide-oda rohangálunk, ráadásul egy csomószor láttam, hogy akármilyen jó szándékű az orvos, akármilyen jó tagal, hibázik. Nekem a középső gyerekem majdnem ráment egy ilyen hibázásra. Mert elnéztek nála egy betegséget, adtak egy antibiotikot, amire allergiás lett, és tele kellett nyomni szteroidra, hogy meg ne fulladjon. Na most ezek ilyen dolgok, hogy akkor most mit tudsz csinálni? Most lehet azt csinálni, ugye, amit sokan csinálnak, hogy akkor minden pénzemet elrádozom, és keresek egy olyan szakértőt, aki már igazán tudja a szakmában, majd az megmondja, vagy lehet azt csinálni, hogy azt mondod, hogy kezembe veszem a dolgokat. Na most én kezembe vettem a dolgokat, és azóta gyakorlatilag nem tudom hányadik orvost váltják már a faluba, de én ezt is például csak úgy ismerem a mostanit, hogy el kell mennem majd, mert lejár a jogsív, és kell van papír. Nem kell orvoshoz járni, és az én gyerekeim nem betegek. Jó órába mondjam, meg lekopogom, de tényleg nem. Tehát nálunk, ami van, az sérülés és trauma. De abban van, tehát ilyen, hogy valami kell, meg ilyenek. Igen, tehát ilyen, hogy belesünk üvegbe és szétvágjuk a seggünket, meg. Itt folyik, itt vérzik, itt kell ragasztani, ott kell. Egyik kilőtt az egyik szemét például, tehát arra alig lát. Tehát ilyenek vannak, de ezek nem betegségek, hanem ezek ugye, amit Gábor mondott, hogy letapogatja a világot a gyerek, csak nem jön össze neki néha. Vannak, tehát... Igen, tehát ilyenek vannak, de...
de eddig, hála jó Istennek, mindent meg tudtunk oldani, de azért, mert gyökereinél elkapjuk a problémát. Tehát eleve szerintem az egészség alapja az, hogy milyen az immunrendszer. Most az immunrendszer, ez karbantartod, akkor nem leszel beteg. Most olvastam elég sok cikket, az oroszoknak vannak elég érdekes dolgaik így gyógyítás kapcsán, és bizonyos dolog miatt át kellett olvasnom egy-két dolgot, és ott az egyik kutatóintézetnek a vezetője azt mondta, hogy elvileg az ember minden földéreződő betegséget le tud küzdeni. Tehát az immunrendszerünk, de a kódban benne, a információ szinten benne van a sejtjeinkben, hogy melyik betegséggel mit kell kezdeni, és ha ez földéreződő és nem mesterséges, és úgy nagyjából azért, tehát az észszerű határokon belül annak a helynek a szülöttje, ahol élsz, tehát itt a nílusi lázzal nyilván egy magyar ember nem biztos, hogy olyan túl hatékonyan fogja felvenni, vagy egy ebolával, vagy egy vérzéses lázzal, de nagyjából, ami ezen az éghajlaton van, nem nagyon van olyan betegség, amit ne tudna normális esetben egy erős immunrendszer leküzdeni. Figyeljetek, a nagy járványoknál is egyrészt voltak mindig túlélők, másrészt ugye akik például hordták el a hullákat, megoldották. Egy fokhagymát raktak a nyelvük alá, test is járványnál. És maszk nélkül hordták el a hullákat, és nem lettek betegek. Semmit nem csináltak, mondom, egy fokhagymát raktak a nyelvük alá, ott volt a fokhagyma gerezd. Nem kínai. Nem kínai? Hát de a kínai be se fél a nyelved alá, te kínai ekkora. A fokhagyma meg ekkora. Nekem nem fogom. 116 vagyok. Kínai nem tudom. Tehát az immunrendszert kell erősíteni. Most minden, ami természetes, gyógynövény, mindez mind ezt ébreszti. Tehát holnap szó lesz a piócáról. A piócáról semmit nem lehet meggyógyítani. A pióca semmit nem tud meggyógyítani, egy dolgot tud, fölébreszti az öngyógyító képességet azáltal, hogy rendet rak a szervezetedbe. Tehát beindít egy gyógyító folyamatot. Minden normális gyógymód azt csinálja, hogy a saját öngyógyító folyamataidat indítja be. Tehát aki ennek az ellenkezét mondja, az vagy téved, vagy hazudik, vagy a harmadik. Na. Jó. Jó, akkor összefoglalom jó ezt az első részt, hogy akkor mi a népi gyógyászat a hagyományon belül. Tehát a népi gyógyászat forrás egy olyan összetett tudáskészlet, ami egyrészt ebből a transzcendensből táplálkozik, egyrészt a tapasztalati tudásból is benne van a hagyomány. Jó? Na most, hogy lehet ezt megtanulni? Meg hogy lehet erről információkat szerezni? Figyeljetek, az a probléma, hogy még más népek milliárdokat költenek arra, hogy a saját hagyományukat minél nagyobb és szebb színbe tüntessék fel a világ előtt, mi magasról teszünk rá. Tehát én voltam például a Néprajzi Múzeumban, ahol valamikor tele volt népi gyógyászati eszközökkel, tárgyakkal, tele voltak ezek a tárolók. Egy darab sincs most. Egy darab sincs. Eljött, elmész a Néprajzi Múzeum, amikor legutóbb voltam. A harmadik emet az eszkimók voltak, hogy meg olvadnak a jégsapkák, meg milyen rossz az eszkimóknak. Most valóban nagyon rossz az eszkimóknak, és valóban probléma az, hogy olvadnak a jégsapkák, csak miért vagy a Néprajzi Múzeum tárgyalja ezt a kérdést? Tehát egyéb más helyen is lehetne ezt tárgyalni, mert fontos, csak nem ott. Tehát az annak a helye lenne, hogy bemutassuk a mi hagyományunkat, a mi értékeinket. Sajnos ez nem történik meg. Ma nincs egy olyan összeszedett néprajzi kutatás Magyarországon, ahol például a népi gyógyászati anyagainkat föltárnák, elemeznék, vagy valamilyen szinten rendszereznék, kutatnák. Nincs olyan orvos történeti kutatás tudomásom szerint, ami ilyen célt szolgál, olyan meg véletlenül sincs, ami azt a célt szolgálná, hogy ebből profitáljunk. Azaz, ezt átvigyük a gyakorlatba. Nézzétek meg az összes néprajzi könyv, az összes ilyen könyv úgy kezdődik, hogy ez már egy elavult valami. Most mi leírjuk, mert nagyon jó a vitrínben mutogatni, hogy nekünk ilyen van, de nehogy használtuk, mert ez veszélyes. Legutóbb egy erdélygyűjtést olvastam, így kezdődött. Hogy nem vállalok felelősséget azért, amit írtam, mert ez egy veszélyes dolog, és ehelyett most már ott van a modern tudomány, csak említsük meg, hogy ilyenünk meg volt, ez egy hülyeség. Tehát én a piótás kedvemet így kezdem, hogy pont ez a lényeg, hogy írsz le, hogy őt népi gyógyászat úgy, hogy nem hiszel benne. Márpedig ma a néprajzosoknak is, meg a kutatóknak a nagy része, tisztelet a kivételnek, nem hisz benne. Kutatja, mert ez a szakmája, meg érdeklődik utána, de nem hisz benne. Na most ez nagy különbség, mert az eleink, Olá Andor, Vineusz Tamás doktor, meg nagyon sokan mások, akik ezzel foglalkoztak, még hittek benne. Most ez nagyon fontos, hogyha ezt át akarod adni egy könyv, egy gyűjtemény formájába, abban ott kell legyen ez a hit, és az, hogy igen, ez érvényes dolog, ezt lehet használni.
Válogass ki, mert van benne hülyeség. Hát melyik hagyományban nincs hülyeség? Ugyanúgy, ahogy Gábor mondta, hogy van benne érvénytelen dolog, ami azért van, mert már akkor sem értették. Hát néprajz mióta van, mióta gyűjtik? 100 éve. 100 éve. 1896-ban jelent meg aztán az első etnográfia. 100 éve. Na most 100 éve már egy romló hagyományban éltünk. Tehát már sok minden olyat csináltak, aminek már nem értették a miértjét, csak ismételték. Na most nekünk meg pont az a dolgunk, hogy ne ismételjünk, hanem próbáljuk meg megérteni, hogy miért csinálták, és azt behozni. Ez az, amikor azt mondjuk, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit ők követtek. Tehát meg kell értenünk azt, hogy mit, miért csináltak, és azt a mai világba behozni, azt itt alkalmazni, mert a hagyományunknak nagyon kicsi része ilyen, amit nem lehet használni, az összes többi az egy olyan mély tudást takar, hogy azt el sem lehet mondani. Igazából nekem volt egy ilyen választó víz. Tehát én 40-valány ezer oldal dolgoztam fel a mi magyar hagyományban. Szóval ez nem csak népi gyógyászatot, mert ugyanis ilyen, hogy önmagában népi gyógyászat nincs, ezt felejtsük el. Tehát ez egy életmód volt, amihez hozzátartozott a gazdálkodás, hozzátartozott a rítus, hozzátartoztak az ünnepek, a család, a párkapcsolat, az emberek közti szociális viszonyok, az építkezés, a tájgazdálkodás, az állattartás, a komposzt, az, hogy nem szarok be a házba. Tehát ez például egy röhely, gyerekek. A komposzt WC baromi jó, de amikor nekem azt mondják, hogy hát nagyon jó, mert az angol WC-t lecseréltük komposzt WC-re, akkor azt mondom, hogy nem jó, van megfogva a dolog. Hát mész azt a házadba, ahol élsz. Miért? Hát nézd meg egy természeti népet, hát az nem fog ásni neked se komposzt WC-t, semmit a kertbe. Tehát a régen úgy hittük házat, hogy élek. Na most, ha berakom a WC-t az életbe, akkor azt jelenti, hogy szarok az életre, már elnézést. Röviden. Tehát oké, komposzt WC-re vidd ki a kert végébe. Jó, mert nagyanyáméknak a kert végébe volt a WC, vagy hát nem a végébe, a közepén, de hát az olyan messze volt, mint ide az a fal, tehát jó messze volt. Azok 70 éves korukban is el kellett oda ballagni. Hidegbe, meg akkor nagy havak volt akár, derékig érő havakba is ki kellett ballagni oda, este is, hogyha rájött. És nem volt WC papír se, hanem a mi volt akkor népszava, vagy nem tudom, az volt így összecskázó, hogyha szerencsére jutok, vagy Brezsnyevvel, vagy Leninnel valamivel. Oldottad meg a kérdést, és nem, soha eszükbe nem jutott, hogy a házba WC-t csináljanak. Ma már ez, sajnos nekünk is van, de azért nekünk van budi is, de hát ugye mai házak közül már majdnem mindegyik ott van a WC. Hát ugye nyilván, aki városban van ott... Próbálj meg egyszer egy WC nélküli házat tervezni. Igen. Meg hát ez a másik érdekes kérdés, hogy ugye mi történne, ha leállna minden? Ugye mindig ez a kérdés, ha összedőlne minden. Most nekem volt egy ilyen tapasztalat, egyik ismerősöm, amikor nem volt víz csőtörés miatt a lakótelepen. Tudjátok, mi volt a legnagyobb? Nem az ilyen halás. Nem tud hova elmenni WC-re. Hova menjen? A parkban nem lehet. Ott a házban mit csinál? A lépcsőház alá begugol vagy? Elmegy a hivatalba. Ez a kreativitás növeli, mert ilyenkor szétnéz otthon és megnéz, hogy mi az az edényzet, amiben még bele talál. És kidottatok. Na. Akkor a lépi táplálkozásra. Megyünk tovább. Most amit a Gábor mondott, hogy ennek össze kell érni ennek a két világnak. Én azt gondolom, hogy a tudománynak össze kell érni a hagyományjal, és akkor az lesz majd az a pont, amikor azt mondjuk, hogy na innen most már lehet folytatni valami jó irányba. És össze is fog érni. Nézzétek meg, hogy most nagyon sok olyan új tudományos felfedezés van általában alternatív kutatóktól, tudósoktól, ami a hagyományt visszaigazolja. Most egy könyvből olvasok fel 10 pontot, ez a... nem tudom elolvasni, dr. Natasha Campbell McBride-nak a könyve, aki az ilyen bérrendszeri szindrómákról írt könyvet, Gerd szindrómákról írt könyvet, zseniális könyv, ez egy táplálkozás tudós orvos, gastroenterológus egyébként, aki lényegében azt vezette le tudományos alapossággal, hogy például a autizmusnak, meg egy csomó más ilyen betegségnek egyszerűen bélrendszeri okai vannak. Semmi más, nem kell mögé tenni semmi más dolog. Persze az oltások benne vannak, de az oltás azért tud ilyet okozni, mert a bélrendszer és az immunrendszer sérül. Tehát önmagában nem tudna, ezért tud. Most figyeljetek, ez egy amerikai tudós, magyar hagyományról semmit nem tud, magyar táplálkozástáról semmit nem tud, leírja, hogy egészséges bélflóra és az immunrendszer 10 parancsolata. 1. Minőségi állati zsiradék és koleszterin fogyasztása. Tojás sárgája, zárójel. 2. Hidegen sajtolt olajak fogyasztása. 3. Hagymafélék fogyasztása. Így az első háromból, hogy benne van a paraszt reggeli? Á, nincs, ugye?
Jó, következő friss, zöldség és gyümölcslevek. Az apukám jön egy... Zöld növények, fűszer növények. Ez az ötödik. Hatodik, fermentált, savanyított ételek. Cibere, káposzta, répa, savanyúság, ecetek, savanyított tejtermékek. Folyamatos kontaktus az állatokkal, földdel, természettel. Jó, nyolcas, élő vizekben való mosdás, fürdés és minőségi ivóvíz fogyasztása. Kilences, testmozgás, friss levegőn. Tízes, napsütésnek való kitettség. Most erre kell valamit mondani? Ugye? Ez nekünk alapértelmezetten jár egy paraszti életvitelbe. Igazából nem is tudsz másképp élni, csak ez szerint. Miért nem tudsz másképp élni? Mert azért, mert most így felkelsz, mondjuk én vágok egy disznót, minden évben olyan december elején vágok egy-két másás disznót. Most meghívom mindenkit. Annak ugye ilyenkorra már mi van belőle? Szalonna van belőle, esetleg még egy kis összeszáradt kolbász. Tehát reggelire ilyenkor szalonna, kovászos, uborka, kenyér. Tehát ezt minden reggel meg lehet enni, mert soha nem unja meg az ember. És ebben már, és a kenyér természetesen normális kenyér kell, hogy legyen. Jó, és akkor azt mondja, hogy az immunrendszer rombolói. Ugyanez, csak visszafele, 10 tételben. Cukor, édességek, üdítők, cukrás ütemények, fagylaltok, mértéktelenül vezet. A mértéktelen azt jelenti, hogy reggelire a gyerek kakós csigát teszik minden reggel. Ugyan anyuka lusta neki normális reggelit készíteni, odaadja neki a 300 forintot, bemegy a pékhez, minden reggel megeszi a kakós csigát. Abban minden benne van, ami rossz neki. Igen. Finomított szénhidrátok, kekszek, csipszek, gabonapehelyek, fehér adalékolt kenyér, ipari adalékolt tésztafélék. Ugye ebben benne vannak a kis, mik ezek a nyúlszarok, amit teljes szoktak felönteni. Műzli, meg mindenfélék, amiket etetnek a gyerek. Ugye ez az amerikai reggeli. Igen. Mesterséges zsírok, olajok, főzolajok, margarin, vajpótló és minden, ami ezekkel készül. Elmész a nem tudom milyen látványpékhez, mindegyik ilyennel készül. Látványpéknél megveszed a 10 deka reggelidet, ugye? Nézzétek meg Budapesten, hál' Isten, nagyon ritkán járok a Budapestre, de ez van, megy a metron az ember, ugye, reggel rohan, megveszi ott a látványféknél a 10 deka valamiét, ami tele van transzsírokkal, és minden olyan egyébben, és ezt tesz éveken keresztül. Ezt lehet csinálni egy darabig, csak aztán a toleranciának vége, és a szervezet azt mondja, hogy nem,